Napokban ülésezett a Bódi Mária Magdolna Alapítvány. Érsek úr először vett részt a munkában. Mik voltak a tapasztalatok, mire jutottak az ülés során? A kuratóriumnak alapvető célja, hogy Bódi Magdinak a boldogávatását előmozdítsa, mind a népszerűsítésében, ismertétételében, mind pedig az anyagi javak megteremtésében, adományok gyűjtésében, illetve ahhoz forrásokat teremt, ahol kiadványokat kell készíteni, vagy ünnepséget megszervezni. És ezen az ülésen a kuratórium arról döntött, hogy továbbra is támogatja ezt a szent ügyet, amire a főegyházmegye létrehozta az alapítványt. Ugyanakkor egy örvendetes változás is állt be az ügy folyamatában, hiszen egyházmegyei szakaszból már kilépve a római szakaszba került az ügye, ez örvendetes, és sikerült találkozni Rómában a relátorral, egy lengyel kapucinus atyával, aki az ügyet Rómában mozgatja, és az ottani magyar posztulátor segítségével egy áttekintést tartottunk, milyen feladataink vannak, és ennek kapcsán örvendetes tényre derült fény, miszerint egy kongregációnál dolgozó jogász készíti el a Bódi Magdi ügyének a pozícióját, ez az az irat, amivel aztán majd a boldogávatás későbbi fázisaiban a szakemberek, szakértők találkoznak, illetve a bíborosok, akikhez kerül majd az ügy. És ebben a fázisban hasznosnak tűnt, hogy mivel az egyházmegye mozgatja ezt az ügyet, és az egyházmegye hozta létre a Bódi Magdi alapítványt is, jobb lenne és célszerű lenne, ha az aktor szerepében, tehát a felperesnek a szerepében a főegyházmegye jelenne meg. Erre vonatkozóan az alapítvány döntésében készséget mutatott, nyilvánvalóan megkezdjük a jogi eljárást, hogy ez ténylegesen megvalósuljon, és így még hatékonyabban tudjuk előmozdítani Bódi Magdi boldogávatási ügyét. Ebben persze benne van az is, hogy szeretnénk hangsúlyozottabban megszervezni a 75. évfordulót, amit jövőre fogunk ünnepelni, hogy ezáltal is ismertebbé váljék. Nem csak az ő személye, mert a szentekben, boldogokban az egyház sosem a szemét hangsúlyozza és emeli ki személy szerint, hanem mindig azt a krisztusi erényt, amit fölmutat a hite alapján, amit kiérlelt magában, amit a lélek ajándékul ad általa a közösség számára, persze nagyon megbecsülve azt az emberi életutat, amit egy-egy személy végigjár, ami segíti ahhoz, hogy ez az erény benne hősies fokra növekedjék. Ezt szeretnénk előmozdítani, és úgy gondolom, hogy ez az ünnepség, ez egy jó alkalom lehet erre. Ebben a szakaszban lehet megmondani azt, hogy mikor várható ténylegesen a boldogávatás? Nem, én magam sem vállalkoznék erre. Az egészen bizonyos, hogy én magam is, római munkatársak is úgy ítéljük meg, hogy nagyon fontos lenne mind a fiatalság, mind a családok számára, a magyar társadalom számára Brenner János fiatal pap mellett egy fiatal lány példaképének a megjelenése, és az ő erényes, Krisztushoz ragaszkodó életének a megjelenése. Ezért minél gyorsabban szeretnénk, de magunk részéről csak a szándékot tudjuk kifejezni. Érsek úr számára mit jelent Bódi Mária Magdolna példája, élete? Mennyire ismerte már meg az egyházmegye vértanúját? Korábban is tanulmányoztam az ő életét azon kiadványokból, amelyek rendelkezésre állnak, és az emelkedik ki nála is, mint minden vértanúnál, hogy a vértanúság az nem egy hirtelen felindulásból odaadott életnek a dicsőítése, bár a döntő pillanat az mindig váratlanul és mindig készületlenül éri az embert, de mégsem. Mert az élet úgy tudja felkészíteni arra, hogy amikor váratlanul
mindent oda kell adni, akkor erre képes legyen, és nála is ezt látjuk. Nagyon érdekes, hogy Ferenc pápa tavalyi év áprilisában kiadott apostoli buzdításában, az Örvendjetek és újjongjatok című apostoli buzdításban, amikor az életszentségről tanít, akkor azt mondja, az Isten mindent kér, és mindent ígér. Mindent elkér, mindent ígér, de az ígéret az nem ígérgetés, hanem a hitben mindent oda is ad. De a hitben meg kell küzdeni a napi döntésekben, vagy az egyszeri életáldozatnak a meghozatalában. És ezt látjuk a Bódi Magda életében is.